Janicsák, Veca és nővére Regina már kiskoruk óta elválaszthatatlanok, és hát a két kislányból felnőtt nő lett, és együtt dolgoztok azóta is. Igen, ez így hogy van. Hogy jött a közös munka ötlete? Természetes volt, hogy hát én találtam együtt ki természetesen, de... természetesen. De tényleg egyébként az ilyeneket nyilván az ember a maga felett én döntök, és hát ez azért onnan jött, hogy hozzátartozik, egy kicsit bizalmatlan ember vagyok, és úgy érzem, hogy a menedzseri feladat az egy bizalmas munka. Igen, az ember ezt olyanra szereti bízni, aki tényleg a legfeltettebb dolgait is megőrzi, hiszen nem lehet tudni, valakivel összeveszed, és akkor 5 perc múlva kiadja tényleg azokat a titkokat, ami neked fontos. Na hát köztünk ilyen nincsen, és ez a veszély nem fejget, úgyhogy én nem úgy, és azt gondoltam, hogy ő egy abszolút rátermett erre a pozícióra. Még Regina, milyen aranyosabb mosolyog? Gyűlik azért a könyvre, amit már készülsz írni. Én gondoltam, hogy azért, mert a nővére vagy, hogy megnézik bennem, ezért kiadok egy könyvet róla. Alapvetően igen, ez a... Veca titkai őszintén, Reginától. Igen, azt hiszem, hogy ez az, amitől nem félek. Pontosan ez, amitől nem félek. Nehéz együtt dolgozni Vecával? Hát szerintem nem csak Vecával nehéz együtt dolgozni, tehát én elég kontrollmániás vagyok, tehát velem se könnyű. Kontrollfrik, igen, úgyhogy azért. De ez mind a kettőkre jelent, úgyhogy egymást elég kellemesen tudjuk így kezelni. De azt mondod, hogy nem annyira könnyű. Tehát mik a hátlis dolgai Vecának? Én nem gondolnám, hogy csak neki vannak háklis dolgok, inkább azt mondanám, hogy mivel mind a ketten borzasztó erős karakterek vagyunk, ezért nyilván folyamatosan győzködjük egymást. Tehát így megy az oda-vissza harcolás, de egyébként csak arra utal, hogy például velem sem könnyű, tehát például amikor képes voltam ráordítani egy parkolóba, hogy neki fog menni egy autónak. Természetesen nem ment neki egy autónak. Én nem úgy gondoltam, hogy ezek nem egyszerűek, tehát egyik van tolatóra, dar, nyugi, mert se annyira könnyű. Igen, én inkább azt mondom, hogy ez inkább az életben jellemző, a munkában nem. Tehát azt annyira komolyan veszük, hogy amikor munka van, ott akkor ott inkább. Máson hallgatsz rá? Tehát ő azt mondja, hogy figyelj, ezen a napon négy fellépésed van, igen, akkor négy fellépésed van. Hogyne, hát azt meg kell csinálni, meg hát ez az én érdekem is, hát ez egy... Oké, csak van egy határ, mondjuk, ahol elfárad az ember, családanya vagy, stb. Persze, de én azt mondom, hogy inkább az elején, amikor még én sem voltam annyira profi, és amikor még nyilván nem feltétlenül tudtam én sem, hogy ez miről szól, de hát most már teljesen más, hát most már én vagyok az, aki azt mondja, hogy a 5-öt is meg tudunk csinálni, ne vicceljél. Tehát, hogy inkább már ez a jellemző, és inkább a magánéletünkben, de még ott se cicázunk, nem vagyunk cicaharcos. De soha nem is voltatok? Tehát mondjuk tini korotokban sem volt az, hát, hogy... Felnőttük egymás ruháit, és akkor maximum izét. De ez ilyen... legnagyobb perpatlat maximum, mert szokott, de mivel rám az egy bizonyos pontotú, nem jönnek fel a ruhái. Ebből sem volt túl nagy katasztrófa. Igen, leginkább én voltam kicsi, én vittem az övét. Tehát egy maximum ilyeneket tudok mondani, de amúgy nem voltak köztünk ilyen komoly feszültségek szerintem. És mi várható Veca karrierjében, hogyha te vagy a menedzser? Mi várható? Hát most sok mindenre készülünk egyébként, úgyhogy lesz egy új formáció is Vecának, amivel szeretnénk jövőre fellépni, illetve új dalokat is tervezünk, van már egy kézdal is, amit nem sokára kiadunk, úgyhogy azt szerintem sok jó dolog lehet hallani. Mikor hallhatjuk mi azt a dalt? Hát ez egy kicsit bonyolultabb ennél, beneveztük egy versenyre, és majd aztán adjuk csak ki, hogyha kijött a Puskás. Egy olyan verseny, ahol utána későbbiekben nemzetközi. Gyönyörűen elmondtuk, hogy virágnyelven megbeszéltük ezt a kérdést. Igen, igen, egy ilyesmi dolog. Hol lehet szavazni rád a nézőknek? Hát reméljük, megvárjuk, hogy egyáltalán ez az eredmény, és akkor ahhoz képest majd utána adjuk ki. Puskás Dani írta egyébként, én írtam a szöveget, úgyhogy remélem, hogy a közönség jól fogadja majd és szereti. Látom az én. Ötös kis dal, de én abszolút hiszek benne, szerintem nagyon jó lett. Nem vagyok elfogult, nem igaz. Mert úgy szokott lenni, hogy amikor első hallásra azt mondom valamilyen, hogy ez nem rádiós, abban rádiós láger lett. Az első hallásra erős azt mondtam, hogy nem tudom, akkor már biztos voltam benne, hogy ez a dal jól fog működni. Én ezzel ugyanígy voltam, a könnyek az esőben, én sírva könyörögtem, hogy ne azt rakjuk már be rádiós, biztos, hogy nem tudom, túl nyálas, szerintem ez nem fog bejönni a közönségnek. És hát ez szétjátszották, igen, ugye ez egy ilyen furcsa dolog, igen, nem lehet tudni. Regina, neked az eredeti foglalkozás, ugye te vendéglátó. Idegenforgalomban dolgozom, igen, szállodában, az a főállásom. Dolgozol, vagy dolgoztál? Az a főállásom, igen. És hogy bírod a kettőt együtt? Még mellette pályázatokat is írok időnként, úgyhogy én így szeretek így élni. Szeretünk dolgozni. Szorgos típusok. Az a nincs probléma, hogy gondolom az a szüleitek is, ugye édesanyád is a vendéglátásban dolgozik. Hát ő eredetileg iparművész, egyébként most ő is szállodában dolgozik, úgyhogy így keresztbe kapcsolatban tudunk szakmázni. És akkor van néha azért pihenés, családi ebéd?
vagy olyan kis összeülések, ahol egy kicsit megtudtok. Végül is karácsony is jön. Igen, de hogy mindig azt szokták mondani, hogy, bár, hogy külön kell kezelni a munkát, meg a magánéletet, én nem gondolom. Tehát nálunk ez valahogy egy kicsit összefolyik, és ezzel nincs is baj. Tehát mi néha van olyan, hogy a családi aztán is beszélgetünk munkaügyekről, de hát hogy apa de is szokta, hogy anyukámat aztán érdekli, tehát ő, jaj, meséljetek, hogy mi van, őt boldog, hogy hal valami, persze. Úgyhogy mi szoktunk így otthon is ilyenekről beszélgetni, de ugyanúgy szoktunk közben, mondjuk útközben, amikor megyünk együtt fellépni, akkor meg beszélgetünk, meg lehet. Minden fellépésre elkíséred? Hát igen, én vagyok úgymond a tour menedzsere is, de hát mi ezeket nagyon élvezzük. Tehát nekünk ez mindig a délutáni kávézás, tehát beülünk az autóba, igen, nyugalom, és akkor elindul a pletyi időszak, akkor egészen a helyszínig tudunk pletykálkodni. Igen, valaki ebédel, mert a növérejtésre mi így megyünk, igen. Megcsináljuk a fellépést, és hazafelé folytatjuk. Párod ezt hogy viseli? Szerintem jó, de benne van egy erős tutyimutyiság azért, őszintén szóval. Ilyen jó kvédi, remélem az adást. Menjetek, tehát ő ilyen, ja jó, persze, fellépni mész, ő ilyen, mondom, így hogy drágám, 4 éve minden hétvégén, ja jó, tehát hogy egy kicsit ő ilyen. Te viseled otthon a drágot? Nem, azért ezt nem állítanám, nem, tehát azért csak ő egy ilyen személyiség, tehát ő egy kicsit így. Hát meg ezt máshogy nem is lehet. A föld felett van egy olyan 3-4 méterre. Szerintem most akkor időnként kicsit vissza kell húzni, igen. Neked hogy tetszik a párjot? Én imádom, tehát egy zseniális figura, én úgy gondolom, tehát ők együtt, az csodálatos. Igen, főleg azok, aki céltudatos, pörög megállás nélkül a nap 24 óra, és ahogy elmondod a párod, ő nem feltétlenül ilyen. Nem feltétlenül. Ők csinálja a dolgát ezzel, hát, nincsen gólt, csak ilyen, igen. Ilyen elvarázsoltabb. És elvarázsolt. Bűvészlélek. Imádom, amikor megyünk és folyga vetett. Ja, utazol? Ja, jó, ja, jó. Hát akkor nem zavar. Édesanyám, tehát általában így felvált, mert ő is dolgozik, és akkor, ha ő éppen dolgozik, akkor nyilván anyukám, de felosztják. De így próbál magam elé képzelni a szituációt. Ja, az életünket. A két cserfestő, igen, a két cserfestő, aki tényleg 24 órában dolgozik. A levegő férfi van. De ez csak így működik. Tehát hát mi egyszerre beszélünk néha. Igen. Tehát szerintem ez egy olyan férfi nem bírja elviselni, aki szintén így pörög. Tehát szerintem arra van, tehát ez tök jó kiegészíti egymást. Igen. És egyébként az ő párja is ilyen, tehát hozzáteszem, hogy neki is egy ilyen halányug is, ő is néha így nem tudtak titeket követni. Igen, abszolút. Ez a legjobb. Köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor kíváncsian várjuk majd az új dalt. Köszönjük.